Magas ágyások között kertészkednek a Honvéd utca lakói Szekszárdon. A közösségi kertben nem csak maguknak termelnek, hanem például a fűszernövényekből szabadon vehet a kert többi tagja is. 2014. szeptemberében adták át a közösségi kertet, azzal a céllal, hogy biogazdálkodás folyjon a kertbe, és hát mindenki saját magának az egészséges zöldségfélét meg tudja termelni. Lelkesen vágtak bele a kertészkedésbe az elején, mondta el Csákiné Jilling Zsuzsa, aki 30 féle zöldséget gondoz, és a kezdetektől kertészkedik. A tagok gyakran cserélnek egymással palántát, művelik egymás területeit, ha valaki nem tartózkodik otthon. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is kivette a részét a kertészkedésből annak alapításakor. Egyrészt felajánljuk azt, hogy még vannak szabad területek, amelyeket az itt lakók tudnának hasznosítani, illetve természetesen ezt a fajta munkát, közösségépítést nem szeretnék lekorlátozni erre a területre, a város valamennyi területén ezt felajánljuk. Tehát ha bárhol találnak olyan önkormányzati területet, amelyet szívesen hasznosítanának, szívesen művelnének meg, akkor ebben Szekszárd város önkormányzata partner lesz mindenféleképpen. A közösségi kertben jelenleg 27 ágyást gondoznak, a későbbiekben még több helyen szökkenhetnek szárba a növények. A polgármester felhívta a figyelmet a közösségi kert erejére, amely képes egy összetartó csapatot adni a városnak.